2017. szeptemberében jelentette be a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, hogy megépül az M49-es gyorsforgalmi út Mátészalkától az országhatárig. Ennek első szakasza 25,67 km hosszan Mátészalkától Ökörítő-Fülöpösig fog tartani. A szakasz folytatásához szükséges környezetvédelmi engedélyek és hatástanulmányok beszerzése folyamatban van. A teljes útszakasz az M3-as autópálya folytatásaként Romániában, Szatmárnémeti közelében ér majd véget. A Csengersimánál elhaladó kétszer-kétsávos fizikai elválasztású út nem csak a határon túli, jelentős mértékben magyarok lakta parciumi településeket, Nagykárolyt és Nagybányát hozza majd közelebb, de Kelet-Magyarország gazdaságára is élénkítő hatással lesz. A beruházás első szakaszának kivitelezése során 20 méteres korona szélességű, 3,5 méter széles forgalmi sávokkal kialakított, közel 26 kilométeres szakaszt adnak majd át a térségnek. Azt gondolom, az autópályának kettő funkcióját kell kiemelnünk. Az egyik valóban a térséggazdasági szerepének növelése. Ez bőreség lenne, azt gondolom, hogy Szatmár németi, bár Romániában van, ennek a térségnek gazdasági fellendülésében nem tud segíteni, illetve a tészalkóipari parkba betelepült vállalkozások mégis jó. De azt kell mondani, hogy van egy fontosabb, ami máskor második helyre szorul, ez pedig az emberek életminőségének és életbiztonságának a feltétele. Az autópálya, nézben az autópálya, amit kiváltana a normál 49-es út, az gyakorlatilag lakott területeken belül, kanyargós településeken megyen. Ez nagyon-nagyon veszélyes. Tehát itt elsődleges feladat most az lenne, hogy minél gyorsabban építsünk autópályát, hogy az emberek biztonságosan közlekedhessenek. Kimerem jelenteni, hogy a 49-es főút ma Magyarország legforgalmasabb útja. Az én információm szerint több mint 12 ezer autó per 24 órán, ez egy autópálya forgalmának mennyisége. Én most a gazdasági fellendülését másodlagosnak tartanám, amellett, hogy természetesen folyamatosan Szatmárnémeti felé folytatni kell az építést. Az elsődleges az, hogy az emberek biztonsága ezeken a településeken elmúljon. A Mátészalkától Ökörítő-Fülöpösig tartó gyorsforgalmi út megtervezésekor arra is figyeltek, hogy amennyiben igény és lehetőség van rá, a jövőben akár autópályává is lehessen alakítani ezt a szakaszt. Ezért a pályán 5 csomópontot alakítanak ki. A bekötő utak terveinek elkészítése is folyamatban van. Ez Őrnél 3 kilométernyi, Győrteleknél és Porcsalmánál pedig 4-4 kilométernyi, kétszer egy sávos útszakaszt jelent. A teljes beruházás a 2016 nyarán meghirdetett 2500 milliárdos útépítő program része.